A muzsikusok húzták, a lakadalmasok hulyogtattak, de akárhogy mulatíroztak a lakadalmasok, mégiscsak észrevette valaki, hogy mit mond ez az ember. Mi martfűek úgy emlékszünk rá, mint versmondó versenyek és ki mit tudok kulturális művészeti rendezvények elmaradhatatlan szereplője, zenés, táncos, énekes fellépések tehetséges előadója. Gondakata a művészi elhivatottságát családjától, szüleitől örökölte, mely meghatározó volt álmai, vágyai valóra váltásában. Mindig is színésznő akart lenni. Mint mondja már, az oviban is színházat játszott, verseket tanult, táncórákra járt, és elkötelezetten készült a színészi pályára. A középiskolai, majd főiskolai, egyetemi évek tanulmányai egyre közelebb hozták álmaihoz. A sikerek nem is várattak sokáig, hiszen többek között láthattuk képernyőn egy népszerű sorozatban, számos előadásban, és ma a 25 éves színész hallgató diplomájához közel neves rendezőkkel dolgozik együtt a Víg Színház 7 darabjában. Martfűn töltött vakációján arra kértük, meséljen nekünk, hogy van ma Gondakata. Évről évre egyre jobban vagyok, ami azt gondolom, hogy igen, jó. Ezen a nyáron nem dolgozom, ami hihetetlen. Végre pihenek egy kicsit, és azt gondolom, hogy így rám is fér az elmúlt évek után, mert azért 3 év intenzív egyetemi élet, és utána most ez az 1 év nagyon intenzív Víg Színházi élet után rám fér. Tavaly nyáron egész végig dolgoztam, nyári színházaztam Szentendrén, meg a Városmajori Színházban, és most úgy gondoltam, hogy egy kis pihenőt tartok, úgyhogy nyaralni fogok menni. Pici gyerekkoromtól elkezdve ezt azért sokan tudják, hogy nagyon sok versenyen indultam, mindenféle versmondó versenyen, ki mit tudom, táncoltam, zenéltem, tehát igazából mindent már akkor is, ami így ezzel kapcsolatos volt, azt így űztem, versenyszerűen is. Aztán Szolnokon a középiskolában, amit így meghatározónak tartanék, az az angol nyelvű dráma szakkör volt, vagy egy ilyen, nem is tudom micsoda, egy ilyen délutáni külön óránk. Ami azért volt vicces, mert én német matek tagozatos voltam, és angolul nem beszéltem ugyan, vagy hát így minimálisan, de angolul meg kellett tanulnom a szövegeket, de az, hogy maga ott egy olyan ember foglalkozott velünk, akinek egy nagyon jó színházi ízlése volt, és én abból rengeteget tanultam. Ezek után felköltöztem Budapestre, tehát a gimnáziumot már ott fejeztem be, ahol az iskolában szintén volt egy ilyen drámaszakkörünk, valamint ott a Földesi Margitnál elkezdtem stúdiózni, ami azt gondolom, hogy az az 5 évem az így megalapozta ezt az egészet, amit most csinálok, meg ahova eljutottam ma, és nagyon sokat köszönhetek Margitnak. Felvételiztem már akkor is a színművészetire, de nem sikerült, viszont a táncművészetire felvettek, és közben jött a Barátok közt, ami szintén egy ilyen hatalmas változás volt az életemben, és nagyon sok tapasztalat, és akkor ott együtt a főiskolával ezt csináltam egy évig, a Barátok köztet, és utána, amikor úgy voltam vele, hogy még megpróbálnám még egyszer a színművészetit, tehát hogy ugye 2 útja van a dolognak, hogy magamtól szépen űzöm ezt a szakmát, eljárok külön órára énekelni, beszédtanárhoz, ilyesmi, vagy hogy ezt egy ilyen intenzív kereteken belül egy felsőoktatásban tanulom. És úgy voltam vele, hogy én ezt akkor szeretném felsőoktatásban tanulni, én akkor a táncművészetén halasztottam is 1 fél évet, mert úgy voltam vele, hogy muszáj rendesen felkészülnöm egyszer az életembe a színművészetire, és végül Kaposvárra vettek föl, a Pesti másodosztam. Akkor bántam, tehát akkor féltem attól, hogy ez egy ilyen tüske lesz bennem, hogy fú, nem a Pesti színművészetire járok, és hogy ez mindig így bennem fog maradni, de szerencsére aztán az évek így nem így igazolták a dolgot, mert nagyon megtaláltam a helyemet Kaposváron, és akkor ott már születtek vizsgaelőadásaink, amik sikeresek voltak, eljutottunk vele Budapestre, tehát ott játszottuk, meg most is játszunk előadásokat az osztályunkkal, aztán a Posztra, Martfűn is voltunk, igen, egy koncertünkkel, tehát amerre tudtunk, mentünk fesztiválokon, Ördökatlan Fesztivál, Kapolcs, tehát tényleg így, ott így beindult egy ilyen színházhoz hasonló élet, mint egy kis társulat mozogtunk az osztállyal, és végül most, hogy ugye eljött az ideje annak, hogy gyakorlatra menjünk, én így a Víg Színházba kerültem, és akkor most ott 7 darabban játszom már, ami rengeteg, és összeszámoltam évad végén, és 140 előadásom volt, ami tényleg az a fajta színész lét már, amiben én belekóstoltam, ami már a nagy felnőtt színészeknek az élete, és nagyon élveztem, és nagyon tetszik, úgyhogy remélem, hogy továbbra is tudom ezt így ilyen intenzitással csinálni.
elején úgy volt, hogy egy darabról tudtam én, hogy jó, ott vagyok gyakorlaton a Víg Színházba, és egy dologba benne leszek. Nagyon örültem Alföldi Robinál, ráadásul mondom, rengeteget lehet tanulni, semmi pici, nagyon pici szerepre, szinte statiszta szerepre, de hát gyakorlatos vagyok, ez a dolgom, a létre alján kezdjük. És aztán szerencsésen úgy alakult, hogy tavaly a poszton a kabaré előadásunkból az osztállyal mi csináltuk a gálaműsort, és Enikő tavaly díjazott lett, a Jó embert keresünk el legjobb színésznőt kapott, valamint az előadás is a legjobb előadás lett, úgyhogy ilyen nagy sikere volt a Víg Színháznak, ezért természetesen ott maradt a gálán. Az én nagy szerencsémre, mert így látott engem ő ott, és akkor már hallotta, hogy hogy énekelek, látott, hogy hogy mozgok, és így tetszettem neki, és ezáltal kerültem már ott azon az estében még plusz 3 darabba. És ez is a szerencse, ugye, hogy mennyire számít, mert egy színésznő elment a színházból, átszerződött máshová, és az ő szerepeit át kellett vennem. És utána az évad során pedig szépen folyamatosan, amikor kiírták a következő szereposztást, akkor hú, ebbe is bekerültem, úgy de jó, abba is benne leszek, tehát akkor ez már így szépen folyamatosan alakult. Nagyon az elején vagyok, nagyon izgulok még, meg nagyon, tehát nagyon fejlődni, meg tanulni vágyom. Igazából minden újabb feladatban azt látom, hogy hova tudok én tovább lépni ezzel a feladattal. És nagyon jó érzés. Tehát néha én is így ülök ilyen megbeszélésen, és a Víg Színház nézőterén, és így mellettem ül a Hegedűsdé Géza, vagy a Hegyi Barbara, és így Jézusom, itt vagyok, és így felocsúdom, hogy igen, itt vagyok, és hogy erre vágytam, és ezt szerettem volna csinálni, és hogy ennyire szerencsém van, meg tényleg a rengeteg munka, amit belefektettem, hogy meghozta a gyümölcsét, hogy most egy rendes budapesti kőszínházban lehetek gyakorlatos. Nagyon rég nem forgattam már, mert Kaposvárra, amikor felvettek, tehát 4 éve nyáron volt egy ilyen tini sorozat, ami a Duna TV-re forgott, de azóta se adták le, tehát ez dobozban maradt ez a film, ennek ilyen többféle minden oka volt, ebben most így nem mennék bele, meg lényegtelen is. Nekem az egy nagyon jó nyaram volt, és egyébként nagyon sajnálom azóta is, mert szerintem elég jó kis sorozat lett. Egy egész évadot leforgattunk, tehát 11 részt. Utána a Hexion című sorozatból elmentünk így az osztályból többen így jelentkezni így a castingra, meg ilyen próbafelvételre, és akkor engem hívtak több szerepre már, és nem tudtam vállalni, mert állandóan próbáltam, ugye, mint mondtam, hogy tavaly nyár óta zajlott, hogy egyszerűen nem tudtam összeegyeztetni, és szerintem három szerepet azt hiszem, hogy visszamondtam ott, hogy ne haragudjatok, de nem tudom vállalni. És aztán jött végül egy szerep, amikor így időben is így pont jól jött ki, amit ősszel forgattam. Egyébként akkor pont a Dantó halálát próbáltam, úgyhogy ez volt most a forgatásos része az életemnek, meg a filmezés, de nagyon szeretnék még, úgyhogy remélem, hogy abba is majd így szépen lassan így bele tudok folyni kicsit jobban ebbe a filmvilágba itthon, főleg, hogy most így kicsit újraindult a filmgyártás, mert nagyon szeretem azt a részét is a színészetnek, bár egészen más. Mindent itthonról kaptam, Martfűről, a családomtól, édesanyámtól, és ez az egésznek az alapja, amiben én most működöm. És nekem ebben nagyon beletartozik a város, nagyon beletartozik az iskolám, a műfház, a családom. Tehát, hogy olyan harmóniát és olyan szeretetet és olyan egészségességet kaptam, ami egyébként azt látom, hogy egy nagyon kevés szakmában lévő embernél van meg. És ez nekem olyan erő, ez az egészségesség, én ezt így hívom, ami mindenen túlvisz. Tehát, hogyha nehézség van, hogyha nem úgy megy, ha nem nehezen birkózom meg egy feladattal, vagy letört vagyok, mert nem sikerül, vagy nem úgy ment egy próba, vagy összetűzésbe keveredtem, vagy bármi történik, hogy ez mindig segít azon, hogy túl tudjak lépni. És hát nem beszélve arról, hogy maga a művészi vonal, amit itt ebben a kisvárosban kaphattam, mert egyszerűen volt rá lehetőség egy olyan minőségi dologra, ami tényleg megalapozta azt, hogy én ezt csinálom ma, és mondjuk így, ahogy. Tehát mindaz, hogy anyukámtól elkezdve tényleg, hogy ő is az énekkar, a versmondás, apu a tánc, hogy itt, hogy olyan táncképzés volt, ami szerintem szinte egyedülálló, így vidéki körökben, vagy megyei szinten, meg országos szinten is. Tehát, hogy ezek rengeteget hozzáadtak ehhez,
hogy megalapozták azt a szakmai részt, amiben én most benne vagyok, meg ezt az emberi részemet is, amit most megélek. A revizor a kedvencem, és ráadásul pont azért, mert egy tőlem teljesen távol álló karaktert kell benne játszanom, teljesen el vagyok benne maszkírozva, tömésbe játszom, szemüveg, be van festve a fogam, paróka, tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen középkorú, nagy darab, trampli titkárnőt játszom benne, és imádom. Egy éve vagyok már együtt a szerelmemmel, és persze ő nem színházban dolgozik, de e kapcsán jöttünk össze, mert neki az édesapukája drámaíró, Lőrinci Attila, és ő írta azt a drámát tavaly, amiben játszottam a nyári színházban, amit egyébként az osztályfőnököm rendezett, és ő hívott bele a Rétli Attila, két Attila az életemben, akik fontosak, és az ő fia, aki ott volt besegíteni technikusként, ott találkoztunk így a próbák alatt, és akkor úgy ott jöttünk össze így a nyári színházban, úgyhogy ez ilyen nagyon kellemes, hogy így. De egyébként ő jogásznak tanul, tehát egészen más területen dolgozik, de mivel az édesapja azért ezzel foglalkozik, emiatt szerencsére nagyon jól, tehát így ismeri ezt az egész szakmát. Tényleg egy ilyen hirtelen fellángoló szerelem volt, ami így azóta is tart, és egyre komolyabb, úgyhogy így ősztől össze is költözünk, úgyhogy ilyen teljes boldogság van most a téren. Jövő évadban is már ugye így már tudjuk, hogy mikbe leszek, és ott is már egy munkát elkezdtünk próbálni, amit az Eszenyi Enikő rendez a Magyar Dalnapjára. 1914-es katonadalok lesznek a 100 éves, az első világháború 100 éves évfordulójára. Meg augusztus végén már elkezdek a Ducsekállal próbálni a Mester és Margaritában. Abban valamilyen énekes szerepem lesz, abban nem lettem volna benne, csak nemrég hívtak fel a színházból, hogy benne leszek, és nagyon boldog vagyok, mert soha nem dolgoztam még külföldi rendezővel, és ő egy cseh rendező, és visszajár a Vígszínházba. És a Gotár Péternél játszom majd még a két úrszolgájában, a Pesti Színházban, tehát már a jövő évad is ilyen nagyon jól kerekedik. Meg a diplomamunkámat meg kell írnom, mert attól, hogy színészek, még nekünk is ugyanúgy kell szakdolgozatot írni. És igazából nekem idén is nagyon jól esett az, hogy rengetegen eljöttek Martfűről megnézni, és nagyon büszke voltam erre, ott a színházban is, és ezt szeretném, hogy jöjjenek jövőre is, amikor csak lehet, és nagyon jól esik valahogy olyan, amikor tudtam, hogy jön a busz, vagy hogyha csak anyujék, vagy teljesen random ismerősök írtak, szóltak, hogy jönnének nézni, akkor az mindig olyan biztonság nekem, hogy nem egy sokkal jobban izgulok, mint amikor bármi van, tehát hogyha így nem tudom, hogy ki jön nézni, mert nyilván a megfelelés, hogy szeretném, hogy úgy lássanak, akik ismernek, és idevalósiak, hogy hát valami lett belőlem, vagy fejlődtem, vagy egyre jobb vagyok, és ez, hogy egyszerűen nekem az nagyon-nagyon jó leső és nagyon biztonság. Gondakat a tehetsége kitartó szorgalma már most sikeres színművészeti pályát jósol. Természetessége, szívből jövő nyitottsága, őszintessége azonban valamennyiünket a kis Gondakatára emlékezteti, ezzel még inkább kiváltva szülővárosa tiszteletét, elismerését, kedvesen rakoncátlan, mindig vidám, temperamentumos egyéniségét még szerethetőbbé téve, a színpadon túl Gondakata utánozhatatlan jelmezébe bújva.